ask of you. Megcsináljon a feleséget. Szabor imádja ki vesét, csak érte éli ma életét. Az anyósát áldja, kevelébe zárja, meg a világ, csak is a család, csak is a család. Szabor a férje gyöngy szeme, Szabor ő mint egy népmese. Apaként is fixpont vele biztos, nincs gond Szabor, szolíd, szerény. Ő a családnak fő nyeremény. Na-n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 a Szabor. Ó, na-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 
csak is a család, csak is a család. Szabúr, a férjek gyöngy szeme, szabúr, ő mint egy népmese. Apaként is fix pont vele biztos, nincs gond, szabúr, szolíd szerény. A családnak fő nyeremény. Az a nyúlsá, ezt ám úgy imádja, ezt ám szabóri szolíd szerény. Ő a családnak fő nyeremény. Jó estét kívánok, szerdán estidőben Dombóvári Gábor vagyok, és mindenek előtt nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm ma esti műsorunk vendégét, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt tulajdonosát. Ó, nagyon szépen köszönöm, nem is tudtam, hogy még ezt is tudod, hogy aranykeresztem van. Közelebbről Zana József. Nagyon szépen, köszönöm. Tényleg, hát most igen. De tényleg örülünk, hogy jöttél már csak azért, mert nem csak a műfajt, és nem csak a barátokat és az ellenségeket, hanem azt hiszem, hogy mindenkit szeretni kell, nem? Mindenkit szeretni kell, nekem ez a véleményem, sőt, erről írt nekem a Nádas Gabi egy számot is, és azt hiszem, hogy az lenne a legjobb bevezetve be a műsorba, abba bele is csapnánk, nem? Hát hogy csapjunk szeretni bele. Kell. Na tessék! Szeretni kell, ennyi az egész, te rólad engem lebeszélni nehéz. Csak én érzem neked, mennyit érsz. Ne tétoválsz, ha bánta magát, hiszen a kérdés rég megoldott talán. Ilyenkor együtt jár egy fiú és egy lány. Átfázni, egyedül járni, mindig várni, mire való. Kéz a kézben, örökös fényben, együtt élni, csak ez a jó. Szeretni kell, ennyi az egész. Stay with it, baby. That's all I ask of you. Talán kezdjük azzal a beszélgetést, noha profi vagy, és nem csak mint riportalany és színművész és rendező, hanem mint televíziós is, hiszen csináltad ezt is egy jó darabig. Jó pár évig, igen. De nem biztos, hogy mindenki azzal kezdené veled, egy ilyen meglehetősen gazdag életpálya közepén, hogy könyveket is írsz, írogatsz. Hát nem könyveket. Életemben egyetlen egyet írtam, amit a kezedben tartasz. Na, én tartom a kezemben. És azt hiszem első és utolsó, amit írtam. Na mi, és mi van a zanatóriumban? Ez nem zanatórium, ennek a címe a Vidám színpadi gangsterváltás. Ez így, a Vidám színpadi gangsterváltás. Mert a Vidám színpadnak egyszer mindenkorra vége lett. És én nem botránykönyvet írtam. Tudod, mindenki manapság botránykönyvet ír, hogy milyen zél, meg ez, meg az. Nem. Ami a Vidám színpadon történt, az maga a botrány. Na de, csak le kellett írni. De én úgy emlékszem, vagy úgy hallottam, hogy Zanatórium címmel is elkövettetek valamit. Elkövettem egy önálló estet. Az volt a cím, hogy Zanatórium. Aha. És az, de egy jó, azt a Bodrogi Gyuszi találta ki, egyébként azt a címet nekem, mert szanatórium helyett ez ilyen gyógy zanatórium volt, ahol felléptek, gyönyörű lányok voltak, 12 ápolónő, szebbnél szebbek, amiben a könyvben ugye szó van. Szóval csodálatos érzés volt, Kabos Laci volt a vendégem, ő volt a főprofesszor, én voltam az igazgatója a kórházamnak, a saját zanatóriumomnak. Egyébként remek volt benne játszani. Néha-néha Kibédi is fellátogatott, akivel 32 évig, sőt, 36 évig együtt öltöztem. És hogy beszélgettetek? Kivédővel kérdezőképpen úgy beszélgettem, amikor bejöttem, mondtam, szervusz, Ergin. Felboszkes, pecsem, hagyja vagy. Köszönöm, Ervinkém, jó meglepetés. Hoztam, ma behoztam a kis papagájomat a színpadra. Na, de örülök, mondom, behoztam. Letette a kalickát, kivette a papagáját, járkátott az öltözasztalomon. Ervin kiment, papagáját letette. Közvaltózta a szerepe, levitte a színpadra.
és egyszer azt mondta, hogy hogy vagy, Koko? Papa, te nem jól vagyok, Kervin. Ennyi volt a szerepe. De ezt elmondta, hogy sikerült. Érted, óriási volt. És fölhozta utána a szöltözőbe, madárat járogatott, kapirgát, belenyúlt a festékembe, leköpködött magokkal, néztem, nincs az Ervin, fogtam, bedobtam a kalickába. Egyébként, aki ismerte... Ervin jött föl, hogy mondjam, ez egy kis sztori, Ervin jött föl, azt mondja, Koko, te bementél a kalickába, de ügyes vagy egyedül, gyere kicsillagom. Kivette, második felvonás alatt ugyanazt csináltam, a dárat betettem, be is csuktam az ajtót. Ervin jött. Jaj, Koko, hát bementél, becsuktad az ajtót, de ügyes kis madár vagy. Kivette. Harmadikban ugyanez, igen. Becsuktam, bezártam, lakat, el a kulcs, kibédi följött. Koko, de ügyes vagy, bementi, becsuktad, bezártad. Zanad ide a kulcsot, mert csak baroglak. Így van, azt tudjuk a vége egyébként. Nem csak arra gondoltam, hogyha már kibéri Ervint említetted, tényleg aki ismerte őt, vagy netán járt a lakásán, szóval jó néhány állata volt neki azért. Nagyon-nagyon majma volt, mindenfajta virágokat imádta. Igen, szóval olyan volt, egy botanikus kert, meg ez hihetetlen. Hát messze tőle ott az állatkert, meg ott a botanikus kert, hát az övé szuper volt. Na, szóval, akkor visszatérjünk a Vidám színpadra, mert itt a könyvedből én most egyelőre csak egy mondatot idéznék. Azt mondja, mert színházból több is van, de Vidám színpadból csak egy volt. Igen. Na most én nem akarok itt visszamenni, hogy miért szűnt meg, miért lett másik színház, stb. De azért te, aki jó néhány évet eltöltöttél ott, így esténként, vagy rossz álom után, eszedbe jut még a Vidám színpad? Vagy ha arra mész? Nem csak, hogy eszembe jut, tudod, én 40 évig majdnem jártam oda. Minden délőtt jártam próbára, megszokott utam volt, be voltam lőve, hátul Váci út végig, Bajcsi, Bazilika előtt balra, Kis utca, Vidám színpad megállni. És ez nagyon hiányzik. Mai napig úgy hiányzik, hogy hát olyan volt, mintha tényleg hazamentem volna. És amúgy romantikus lélek, vagy megkérdezem így ezt néhány évvel a pályakezdésed után? Igen, egyébként ez a... Kifele mutatott zord külsőm, ez egy mély lelket takar. Várjál, rosszat kérdeztem. Nem is az, hogy romantikus, hanem érzékeny vagy-e, szeretsz-e nosztalgiázni? Érzékeny vagyok, szeretek nosztalgiázni. Sőt, annyira, hogy néha-néha bizony-bizony még el is írtam magam. Egy olyan filmen, tudod, ami olyan szomorú véget ért. Vagy például volt az édesanyám, amikor ő elment örökre, akkor... Napokig szinte nem is tudtam, szóval mindig eszembe jutott, és könnyek jöttek a szemembe. Arra jut eszembe, amit mondtál, hogy gyönyörű lányok voltak, és a könyvedben is van néhány olyan kép, amit majd ilyen 18-as karikával esetleg kiteszünk, aztán meglátjuk. Hogy a nők? Hát szóval én most nem kérdezek statisztikát meg semmit, de téged üldöztek a nők? Elfogadtad, vagy te üldözted őket? Hát is. Üldöztem bizony is, tudod, a színész egy kicsit előnyös helyzetben van, főleg régen azban volt, mert ugye a függönyökön van egy kis lók, úgyhogy kukucskaluk ott van, ki kell nézni, és tudod, bizony mindig kinéztem előadás előtt, és néztem, és ha bizony egy csinos nőt láttam, egy csinos hölgyet, akkor szóltam egy egyszedő néninek, fölhívtam, és mondtam neki, hogy mondom, Esztike, ott a négyes szélén ül egy gyönyörű lány, annak mondja meg, hogy várom a végén a művészet ajtajába. És a művész kiáróba ott volt a hölgy. És bizony néha-néha összejött. És akkor olyan jó, boldog napom volt, és boldog hetem. Ez persze mind addig volt, amíg nem voltam nős. Na nyilván. Amíg egyedül éltem. Imádom, Robi, rengeteget vagyunk együtt. Jó Isten! Én nem bánom azt, hogyha nagy néha haza is ér. Nem baj, még az se halomba a kezed ezért. Nem bánom azt se, ha átkapja derekam. De többről szó se lehet. Én nem bánom azt, hogyha vesz néha mozd legyen. Szünetben majd szóljuk együtt a sós perecen. Nem baj, még az se, ha filmejed engem néz. Többről szó se lehet. Ha tánc közben lágyan átkarom, ne szóljon értem még, csak ha túlságosan forrok, udvarok, akkor mondja, most már elég. Ne gondolja azt, hogy egy lányjal ma minden lehet, más
lesz a helyzet, ha megkéri kis kegyelmet. Akkor tán kaphat majd tőlem egy csókot is. De többről szó se lehet, ha tánc közben lágyan átkarol. Ne szóljon érte még, csak ha túlságosan forrom udvarol. Akkor mondja, most már elég. Ne gondolj azt, hogy egy lányjal ma minden lehet. Más lesz a helyzet, ha megkéri kis kezemet. Akkor tán kaphat majd tőlem egy csókot is. De többről szó se lehet. De többről szó se lehet. De többről szó se lehet. Stay with it, baby. And that's all I ask of you. Hát akkor a nők után beszélünk a férfiakról is. Ja, nem, de azokról csak mint barátok. De én most nem arra gondoltam, amire te gondoltál, és nem is arra, amire netán a nézők. Bár, amikor erre a műsorra itt készülöttünk, én úgy emlékszem, hogy volt egy olyan kép is, ahol nem éppen férfi ruhában jelentél meg, de ezt tegyük egy kicsit későbbre. Én nem, mert minden férfiban ott lakik, hogy egyszer szeretne nő lenni. Hát igen. És én is, te, úgy imádtam, volt egy számom, és beöltöztem női ruhába, és az volt a számom címe, hogy én vagyok a partnerem. És azt énekeltem, hogy én vagyok a partnerem, könnyű így az életem, amit kérek, megteszem, mert én vagyok a partnerem. Mert Józsi vagyok, na és közben Rózsi, és csoda volt, érted? Egyedül énekeltem magammal, táncoltam, és úgy szerettem magamat, mint még soha egy nő sem. Na jó, én most nem erre gondoltam, hanem arra, hogy az előbbi összeállítás felvétel után, hogy most jöjjenek a férfiak, mert Bodrogival is nagyon sokat játszottál, nagyon sokat léptél föl. A legtöbbet. Barátok voltatok? Mert a színészeknél ez úgy van, legalábbis a nagy részénél tisztelet a kivételnek, hogy imádjuk egymást a színpadon, és akkor, amikor nem a darab van, akkor nem biztos, hogy imádjuk egymást. De én nagyon jobban voltam a Bodrogival. Hát olyan mély barátságnak nem mondható. Lőttél is vele? Lőttem. Vadásztam is vele, sőt, ő tőle kaptam a első vadász puskámhoz a tokot. Érted? Abba tartottam a puskámat. Föl is mentem hozzá egy párszor még a Ménesi útra. De én azért, ha megfigyeltem az életemben, mindig az idősebb korosztályhoz vonzottam. Tehát legjobb barátom a színháznál, de tényleg mélységes barátom a Kazal, Kabos, Kibédi, Kellér, akikhez feljártam. És akik eljártak én hozzám, sőt az édesanyámhoz. Ott kajoltunk anyámnál. Ezek olyan, hát, és olyan suppokat csináltam meg, például a társakból csengett a telefon, felvettem, és kerestek egy cukrászdát, akkor mondtam, igen, cukrát tessék, az önök rendeltek 50 láda, igen, mi? De ha nem találja, akkor megadtam 150-260-t, vigyék oda. Ez a Kazal száma volt. Vitték, és jött be az öreg, és mondta, ki volt az az állat, egy teherautó cukrás süteményt hoztak. Dühös volt. De közben nem haragudott rám. Ő ott lakott valahol a János kórházban. Isten, ott a János, föl a Isten, azzal a kismer Gál József utcában. Sőt, liftet is csináltatott, amit a Vád tanújából nézett ki. Mikor már pacemaker volt, akkor lift volt föl, bele, és ment föl. Úgy ment fel az első ember. Na szóval visszatérve erre a színházban és a színházon kívüli barátságokra. Ami ebből adódik, mert azért mindig vannak veszekedések, torzsalkodások, akár nem csak színházban, máshol is. De nyilvánvalóan, és mindjárt azt is megmondom, miért jutott eszembe, haragtartó vagy? Az igen, haragtartó vagyok. Méghozzá oly mélyen vagyok haragtartó, hogyha tudom, hogy igazam van. Például iskolában osztálytársam mellettem ült, és kivette a tolltartomból a két ceruza egyet. És mondtam, add vissza. Szóval nem ő vette ki. Mondom, láttam, amikor kivetted. Add vissza. Nem adta vissza. 3 évig nem beszéltem vele. 3 évig, és most mondom, hogy miért jutott eszembe. Állítólag Feleki Kamil mondta, hogy ő nem haragtartó, csak szünetelteti a barátságot. Igen. És akkor mindig meghatározta, hogy akkor most 1 évig szünetel a barátság, és 1 évig vagy 2 évig nem beszél a másikkal. Kamil bácsival egyszer játszottam egy jelenetet, egy nagy jelenetet, és följártam hozzá, és a Fini nénihez, ő meg ott a Pasaréti úton lakott, és oda jártam fel, és te olyan komolyan vette, minden nap el kellett vele 20-szor próbálnom, de engem imádott az öreg. Érdekes. Megint kijött az, hogy én vonzom az idősebbeket. Azért is most itt maradtam, és majdnem minden barátom ott lent van. Vagy fönt.
Nem tudom. Bodrogival kezdtük, akkor azért nézzük meg, hogy táncoltatok, hogy énekeltetek Bodrogi Gyulával. Kérlek, szépen nézzünk. Tessék. Most mondd meg, öregem, ki vagyok? Zseni vagyok. Öregem. Édes öregem! Ez aztán a nagy ötlet. Megmentetted a helyzetet. Az asszony majd hallgatja, és gyanúját elaltatja. Minden bajnak annyi az ára, mint amit érte adsz. Hogyha szívére adsz, jó fiú, így maradsz. Tisztelt oldalmodra, bárhogy igyekszel, nem tudsz versenyezni férfi fineszel. Vittelek fejjebb csak szép lehetsz, észre sokra nem mehetsz. Az anyósom szúr akár a kaktuszligetek, több háborút okoz, mint a Malvin-szigetek. Megtüntetni hogy tudnám e bádogfejű nőt? Fáj el és vedd feleségül őt! Tisztelt oldalborna, bárhogy igyekszel, nem tudsz versenyezni férfit fineszel. Hittelek fejed csak szép lehetsz, észre sokra nem mehetsz. Innékem az anyósommal nincs semmi bajom, Miskolcon van eltemetve a hegyoldalon. Megölted az anyósodat, te csúnya gyerek! Helyettem a férjet tettem el. Jaj! Kétszer fogok házasodni, jósolták nekem, mert botrányosan meg fog csalni mind a két nejem. Mit tegyek most, nehogy akkor kikacabjanak? Vedd el mindjárt a harmadikat! Tisztelt oldalborda, bárhogy igyekszem, nem tudsz versenyezni férfi fineszel. Kételek fejed csak szép lehetsz, észre sokra nem mehetsz. Ha már így a Bodrogival megnéztük ezt a számot, akkor majd egy kis idő múlva a Szenes Ivának írta ezeknek a szövegét. A Szenes például nekem külön mindig írt szöveget. Azt nekem el kellett énekelni, mert neki se volt kitüntetése, nekem se volt kitüntetésem, és a Kutya komédiában írt egy számot, amit azt mondta, úgy kell énekelnem, ahogy írva vagyon. És ezt írtam egy magyar nótán. Így énekeltem. Szenes legény az én lelkem, talpik feketében, már csak egy kis kitüntetés, hiány. Zana nékem, utólag majd bánni fogják meg, lást, de én és a kitüntetés csak elkerültük egymást. És ezt így kellett elénekelnem. Ez nagyon jó. Zseniális Pali. De hihetetlen. Már írtam, kimegy az agyam. Írt egy ilyen számot, azt mondja, aki felmászik egy dombra, és onnan néz egy pontra, ugye látja, hogy ez dombra, az én népi hangszerem. A dombrának van két húrja, nekem ujjam emel gyúrja, innen indul újra, Kaci Fántos énekem. Hát blikfangos számok. Na most, hogyha valaki nem tudná, vagy nem mondtad volna, akkor mint a Rímhány Oromhány. Ugyanőrült. Tényleg, de hihetetlen. Jó veled beszélgetni. Veled tudod is? Miért? Na miért? Mert lehet. Van olyan riporter, aki mellett megfagy az ember. Tényleg? Nem akarom kimondani a nevét, ilyen volt Ozsgyáni Csaba. De ki nem mondom a nevét? Hát nehogy az én. Oda került. Kiről van szó? Ozsgyáni Csaba, hát de aranyosan meg lefagyasztott. Mélyütő hozzám képest egy túró volt. Azt olvastam rólad, hogy most csak a bemutatókról és színházról beszélek, a bemutatóidnak a száma 91. Na most nyilvánvalóan nem számoltad így egyenként, de ha ez tényleg ennyi, akkor miért nem 100? Hát azt hiszem, van a 100 is. Van annyi? Biztos, hogy van. Hát egy évben legalább 4-5 bemutató volt, és amikor két színházunk volt, a Kis Színpad és a Vidám Színpad, a kettő, itt kezdődött 7-kor az előadás a Kis Színpadon, ott már várt az autó, fél nyolckor beültem, vittek át a Vidámra, csináltam ott a jelenetet. Lejöttem, mentem vissza a darabba. Hát egy évben 5-600-at játszottam, havonta 70-80-at.
Hát most ilyenkor és akkor az... volt rengeteg. Hát én, ha felsorolnám, több lenne, mint száz. Nem, és akkor jön az ugye, hogy meg szokták kérdezni mindig a művészt, hogy és művész úr ezt hogy bírta? És fizikailag, meg ilyen hülyeségeket kérdeznek, pedig aki egy picit ismeri ezt a szakmát, akkor nagyon jól tudja, és ezt te tudod a legjobban, hogy ha bemész a színházba, és előtte 3 napig nem aludtál, és éhes vagy, és szomjas vagy, és minden bajod van, de amikor felgördül a függöny, és nem csak egyszer egy este, hanem akkor átmész a másik színházba, ott is felgördül, netán van valami fellépés, akkor közben nem hiszem, hogy fáradt vagy. Nem, nem. Soha nem voltam fáradt, és nem is éreztem magam fáradtnak. Este, ha jó volt otthon mondani, hogy fáradt vagyok, de egy pillanatig a közönséggel én soha nem éreztettem azt, hogy fáradt vagyok. Sőt, imádtam komoly darabokat játszani. Én imádtam megfogni a közönséget, tudod? Mert az az igazi színész, ezt nem látom ma, hogy meg, előre, és így hirtelen csend lesz. Igen. És mész előre, nézed őket, egyszer megbotlasz, mondom, és már dinka vagy. És attól veszed, hogy megfogtam őket, aztán igen. Vissza. És ezt észre is lehet venni? Észre lehet venni. Hát hol látsz majd egy olyan jelenetet, mint régen játszotta a mozdonyvezetőt a Jean Gabin, ugye ment, és bement a Michel Morganhoz, és azt csinálta a Jean Gabin, leúzta a mozdonykesztőt, amivel vezette a vonatot, ledobta, Michel Morgan rádobta az ő kesztyűjét, és be volt vágva 4.45-ösnek a izé. És mindenki hogy tudta, hogy miről van szó. Tudták, miről van szó. Ez a művészet, és ez a színészet. Nem azt, hogy ez borzalom. Egyébként ne feledd szava, csak menet közben jutott eszembe, hogy... 6 millió énekes termelünk napon. Na jó, ez most egy másik dolog, jó. De nem kerülöm el a dolgot. Nem csak, is kell. Csak az jutott én közben eszembe, hogy néhány évtizeddel már a pályán vagy, és erről jutott eszembe, hogy amit mondtál, hogy a Jean Gabin, stb. Azóta, hogy is mondjam, csak a játék stílus, és ez nem csak a rendezőkön múlt, nagyon sokat változott. Szóval amikor, és visszaemlékszünk, és én is visszaemlékszem, ahogy mondták, az a nagy deklamáló, aminek egyik, nem tudom, képviselője, Básti Lajos, Gábor Miklós, stb. Sorolhatnám, hogy ez ma nincs, na most nem az az én bajom, ha színházba megyek, hogy nincs, hanem az a bajom, hogy a felgyorsult világunkban már egy dráma is, egy nagyon jó darab bármelyik színházban olyan klipszerűvé válik. Szóval most mindenki gyorsan el akar mondani mindent, a felét nem érteni, az utolsó sorban se. És nem tudnak már beszélni. Nem bánt ez? De engem nagyon bánt, és azt most mondtad ki a lényeget. Én tudom, hogy a Hacseksajó elavult. Na nem kell. Én tudom azt, hogy egy Krumpencsák úr, még ilyen régi nevek bemondása már nem jó. De volt egyszer egy rendezőm, és valaki lassan beszélt, és dadogott, és azt mondta neki, egy kicsi adjunk tempót. És attól kezdve, egy szavát nem értett az illetőnek. És bejött a szünetbe, azt mondta, ha azt mondom tempó, rád soha nem vonatkozik, mondta az illetőre. Na most az az igazság, hogy most is el lehetne játszani tempósan. Tempó. A tempó nem egyenlő a hadarással. Hát pontosan erre gondoltam. Érted? Nem látok semmilyen kifejező eszközt. Bejönök az ilyen, jó estét kívánok, nagymama, ide gyere, pityuka, jó vagy, jó, há, esemény, gyors meghajlás, ki, előre, hátra, holott előre, meghajlok, hátra. Van a tévé, van az egyik tévé, annak most lett egy szuper tévéje. Hát ott meg nem győzöm kapkodni a fejem. Idegbeteg leszek, mire véget ér valami. Na szóval, és amikor már a híreket is így mondják, szóval... Borzalmas. Hát így van. Egyébként én nem rendeztél többet. Mit gondolsz, mert tudok és nem hagynak? Aki ebben az országban valamit tud, azt nem hagyják. Ha jó színész vagy, ne játsz, ha jó rendező vagy, ne rendez. Majd jönnek azok, akik odaadtól kész, és belemagyarázzák. És akkor most engedjék meg, hogy amivel az előbb beszéltem, egy olyan számot énekeljek el, amit Szenes Imre nekem írt, külön a verzét. Én vagyok az második, akinek a két Szenes együtt írt számot, édesapjával együtt írt ezt a számot. A Ne sírj kislány. Sok éve már, hogy egy barlak is van,
láttam azonra sem. De még a dalok, s a könnyes arc, most is csak emlékezem. Ne sírj is el, felejtsd el engem. Nézd az öreg citadellát. Azért mondtam, hogy nem kerülne meg a dolgot, mikor azt mondtad az előbb, hogy 6 millió énekest termelünk. Igen. Én, ez nem csak énekest, másból is nagyon sok olyat, akire talán nem lenne annyira szükség. Színészből is sokat termelünk? Nagyon sokat. Tudni, mikor régen volt ugye egy főiskola, vagy egy színiakadémia azelőtt, most már szinte... Na de most, aki elvégzi a színészakadémiát, tanul kemény 4 évit, vagy 6-ot, vagy igen, akármit, azelőtt le kellett a vidék, minden... Ugyanolyan művész úr, mint az, aki semmit nem végez, 16 éves, bemegy oda, hogy hirdetünk, mert jöjjön, mert játszik, igen, és már este művész úrnak hívják. Így van, így és van. Most nem jelmeztervező van, hanem stylist. Stylist, miért nem duplás nulla liszt van, és akkor az még jobb, és akkor belebújik a lisztesákba, és ahogy kijön, ahogy esik, pufa, stylist. Múltkor is bejött egy stylist, mondom, mi van, átmente a kelléktáron, minden szarra átakadt. Kis kabát, nagy kabát, kis stylist. Nem tudnak menni az emberek, nézd meg színpadon. De... Nem tudnak viselni egy öltön, nem tud egy gróf, egy, nem tud, egy, hogy hogy ülök le, hogy fogok igen, elegánsan egy cigit, hogy ülök, hogy mit sem, hogy nem gombolom meg, ha riporter vagyok mind a 3 gombomat, és állok ott, és mondom, mm-hmm, hanem kicsit lazán, és izé. Ez lenne a feladat. Egy kritikus írta, teljesen véletlenül került a kezembe a múltkor. A darabra, megmondom őszintén, nem emlékszem, meg olyan nagyon, én nem emlékszem Urai Tivadarra, de a kritikus a következőt írta róla, hogy az, hogy zseniális, nagyszerű színész, stb. Stb., de hogy az 50-es években ő, amikor bement a rádióba, a pagodába, akkor sétabottal ment, és mert aranygyűrűt viselni. Igen. Na most nyilvánvalóan, hogyha valakinek egy ilyen megjelenése van, akkor ez is hiányozhat, amit mondtál, hogy nem tudnak viselkedni nem, a színpadon. Nem. Hát például azelőtt én, ha bementem a társalgóba, és ott ült egy ajtai, egy páger, uh-huh, akkor nem tudtam, milyen szerényen, és akkor született meg az a köszönés, mert nem mertem letegezni, igen, nem akartam magázni se, hogy tiszteletem. Igen. És akkor vagy ő azt mondta, fiocskám, tegezhetsz, szervusz, Vandi bátyám, és akkor boldog volt, és meg voltam tisztelve. Ma ott ülök, bejön a 16 éves, föltesz a lábát, egy vicce, ki mondja rám?
Megelőztél a kérdéssel, hogy ugyanezt akkor te már nem érzed ebben a korban. Nem. Sajnos. Nem, sajnos nem. Ez már így van. Holott én mindig azért küzdöttem, és azért bánom, hogy megszűnt ez a vidám színpad. Én a magam részéről, és még nem akarok megnevezni embereket, mert tudják, kiről van szó. Van egy pár kollégám, aki most átadhatnánk azt, amit én kaptam annak idején a Kazaltól, a Kabostól, a Kibéditől, és a Kellértől. Most átadhatnám, de nem tudom kinek átadni, mert nincs. Nem engedik. És ha mondom neki, ne beszédom már, elmondom. Na szóval... Nézd meg, hogy beszélnek. Nem azt mondja, hogy jó reggelt, jó reggel, de még a riporterek is. Az a riporterek nagy része, hát az valami hihetetlen, mert még annak idején... Nem a jelzőt hangsúlyozza. Nem a jelzett szót, szóval, igen. És nem azt mondja, hogy Zana József, hanem azt mondja, hogy Zana József. Így van. Fordítva, hát igen. Fordítva ülnek a lovon. Buktál meg darabban? Meg kell mondanom. Nem. Be kell ismernem őszintén, mert én addig birizgáltam a közönséget, amíg föl nem hoztam őket. Gratulálhatok? Igen, köszönöm. Tényleg? Az őszinteség. Őszinte vagyok, most mert ha megbuktam volna, megmondom szó szerint. Sőt, olyannyira, hogy átvettem a szegény Kós Andristól egy szerepet, víg a hétvég, semmi kétség, osztod ezt a véleményt, várni nem kell, bármit rendel, kap az ember bérleményt. Hogyha tetszik, béremencit, ára olcsó, nem egy korcsló, és ezt kellett énekelnem, és belehamarodtam. Tudod, hogy vágtam ki? Itt a hétvég, semmi kétség, osztod ezt a sélevényt. Dálva ellej, csombal ember, hoftak ember, csoldabész. És a váltás, holdabáldás, kömpet észni, hominálás, közönség, mag lipni. És a végén vastag. Egyszer a Hoffit láttam, egy ilyen elfelejtett a szöveget, és valami ilyesmit mondott. Géza imád. Na, hát az, vele is játszottál? Vele játszott, együtt jártunk a Rózsejéhez. Csak én ezt nem mondom. Én nem azért vagyok kérdezem. Az, mint ma ezek, hogy ott áll a temetésén, hogy oda leül mellé. Mm-hmm. Én tudod ki, ha egyszer tudnád, hogy én az Ajtai, a Páger, a Rutkaiva, közvetlen partner, Latinovics, Alfonzovat, együtt öltöztem vele 4 vagy 5 évig. Csak akkor jöttem el, mert ő szanitéc volt a háborúban, és mindig bement már 5 kor mesztelenül, és kenegette magát, és épp ezt a fenekét kenegette valami kenőccsel, és jöttem be, és itt volt egy herpeszem, azt mondja, édesapám, neked valami egy kis kenőcs, és jött ugyanazzal az ujjá. Én nem mondom, Józsi, nem, és már húztam is. Szóval annyira, annyira nagy volt az egyetértés, és annyira jó volt ezekkel lenni, hogy el sem tudom mondani. Egyébként mindenkinek tényleg, és most nem csak a színészekre gondolok, de hát a színházi világról beszélünk, valamiféle, nem is azt mondom, hogy babonája, valami rigolyája, vagy valami van. Most, hogyha nem minden nap van szerencséje az embernek, Kamil olyan bácsán, emberrel... tudod, mi volt? A... Órát mindig hozzád örgölte a színpadon. Na. Mindenhez, így. Ezt akarom mondani, hogy nem minden nap van az embernek alkalma olyan művésszel beszélni, aki ekkora színész óriásokkal volt egy színpadon. Igen. Hát, mert tőled meg lehet kérdezni, mint amit most mondtál, hogy a Kamil bácsinak. De mindegyiküknek volt valamilyen dilije, nem? Nekem is volt. Én neked például, mi volt? Nekem az volt a dilim, ha én valamit ott felejt, vagy be kellett vinnem egy ceruzát, valami, akkor nem mentem vissza érteni, inkább nem vittem be. Ott helyszínen valahol kerestem. Nem mentem vissza soha semmiért. A rosszúzát akkor inkább számoltam a 600-ig, de nem mentem vissza. Ugye, drágám, mi milyen jól megértjük egymást? Igen, édesem. Mi soha nem veszekszünk. Köztünk sosincs vita. Soha, édes. És tudod, miért nincs vita köztünk szerelmem? Miért? Mert szeretlek. Én is téged, drágám. És tudod, miért szeretlek? Miért? Mert gyönyörű vagy. Te is, édesem. Jaj, nem mondj nekem ilyeneket, mert még elbízom magam. Elkészültél, drágám? Sietnünk kell, elkésünk. Tudom, életem, rögtön kész vagyok. Mehetünk, drágám? Mehetünk, édes. Itt vagyok. Indulhatunk.
étrágám. Jó ét, édes. Egy férfit kívánok. Érdekes. Én is. Drága, édes kicsi felesége. Nem tudok így tovább élni, miután megtudtam, hogy a Pityuval megcsaltál. Mindent tudok, távozom az élők sorából. Karcsi! Meg is ölhettél volna. Eltelt 10 év. Micsoda boldogság, gyönyörűség. Akit szeretek, kék szemű, bátor, erős, izmos. Alakja, mint Belmondóé, szeme Deloné, járása, mint a tigrisé. És ezt a férfit hagytam ott 10 éve miattad, te nyambad. Stay with it, baby, and that's all I ask of you. Egy picit keresni akartam a szavakat, mert nem szeretem az olyan bulvárdumákat, hogy az ember azt firtatja, hogy kinek milyen a családi élete, hányszor nősült, hányszor vált el, és kikivel, mikor, hogyan élt, de azt azért mindenféleképpen muszáj, hogyha már rólad szól ez a műsor. Hogy családilag, hogy voltál, hogy vagy? Családilag kérlek szépen, hát teljesült az a vágyam, ami minden férfi vágya, legalábbis azt hiszem. Nekem van egy fiam, Gangsza Zolika, van egy lányom, az Anna Zita, aki most 4 napja volt 18 éves. Az igen. Teljesült a vágyam, úgyhogy 2 gyerekem van, hát jelen pillanatban egyedül élek. Uh-huh. Igen. Tessenek figyelni. Egyedül élek, és hogyha van megfelelő jelentkező, akkor szívesen itt a stúdió művészbe járhat. A leveleket ide kérem helyszínre. Na de ha már a Gangsza Zolit említetted, talán azért ildomosabb lett volna ezt reppelve elmondani. Bocsánat, kérek egy nejet, vagy helyett egy helyet, ahova teszem a nejem. Oda teszem a nejem, ahova a fejem. Itt a fejem, hol a nejem. Kész, jöhet. Jöhet. Na, szóval megvan tényleg. És nyilvánvalóan így a családod. És te honnan? Milyen családból jöttél? Én egy nagyon egyszerű családból származom. Édesanyám a hazai pamutszövő gyárban volt konyhafőnök. Azért is imádok főzni, és ő is nagyszerűen főzött. Az édesapám pedig az egyszerű 4. kerületi, akkor még tanácsházának hívták, most városháza, és most polgármester van. Régen nem az volt, és ott volt apám ilyen felvezető az anyakönyvi hivatalban. Esketni is akart, ezt nem engedték neki, mert az mindig borzalommal végződött volna. De a családról csak annyit, hogy nagyon szerettem a szüleimet, nagyon szerettem az öcsémet, volt egy öcsém, egy 14 éves, aki mellettem halt meg, 14 évesen, én akkor 24 voltam. Nővéremet nem is ismertem, az már meghalt 3,5 éves korában, úgyhogy egyedül maradtam, de nagyon szerettem édesanyámat, és éppen ezért nagyon fájt az, amikor édesanyám elment, és édesanyám meghalt, és akkor éppen ment egy showműsorom, amiből, ha megengeded,
akkor a Mama című számot, ha szeretném most, ha meghallgatnák. Egyszer odajött hozzám anyukám, és azt mondta nekem az anyám, azt mondja, fiam, mi mindig zanák maradunk, te is mindig, nem vagy Jóska, mindig zana, én is zana. Azt mondja, miért nem hívnak engem Annus néninek, mint ahogy hívnak, az a keresztneve, Annus néni. És akkor éppen csináltam a show műsoromat a Vidám színpadon, és édesanyám akkor örökre elment, rengetegen voltak kint a temetésen, kint volt az egész színház, és akkor ott fel volt írva a fejfájára, hogy Zana Józsefné élt 80 évet. Még ott is, akkor sem lehetett Annus néni. Anyu, 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 miért hagytál? Anyu, anyu, miért mentél el? Anyu, neked élned kéne még. Anyu, aki mindig vártál. Anyu, engem jól itt hagytál. Anyu, a lelkem csak tiéd. Emlékszem, hogy integettél mindig, akármikor indultam is el. Nem integet senki néked most már. Kérdésemben senki nem felel. Anyu, anyu, miért mentél el? Anyu, anyu, miért adtál el? Anyu, a lelkem csak tiéd. Drága jó édesanyám, csak még egyszer lehetnék veled, megfognám a kezed, soha többet nem lennék a rossz és engedetlen fiú. Emlékszem, hogy integettél mindig, akármikor indultam is el. Nem integet senki néked most már. Kérdésem, senki nem felel. Anyu, anyu, miért mentél el? Anyu, anyu, miért hagytál? Anyu, neked élned kéne. Stay with it, baby, and that's all I ask of you. Ilyenkor a műsor vége felé, ugye az embernek az jut eszébe, nekem mondjuk még 42 kérdés, amit föltettem volna. Én meg 64-en ére válaszoltam. Igen, volna. De hát ugye azt szokták mondani ebben a szakmában, hogy ami egy műsorban, vagy ami egy anyagban nincs benne, az nem hiányzik, mert senkinek nem áruljuk el, hogy mi lett volna 42 kérdés, és mi lett volna 64 válasz. De minden esetre azt szándékosan nem kérdezem, hogy mik a terveid, meg dödödö, nem, ezt hozza az élet, kívánom, hogy nagyon sok kívánságot teljesüljön, de ha már itt szó volt, hogy is mondjam csak, életről, halálról, mert ugye ez a kettő együtt jár, igen, akkor... Ez a borzalmas, hogy azért igazságtalan ez a rohadt élet, mindig azt mondják, hogy én hívő vagyok, tudod? Hogy eleve meg vagyunk teremtve, megszületünk, és rögtön halálra vagyunk ítélve. Csak ki meddig él? Uh-huh. Ki egy hónap, ki két év, ki 50 év, ki 70, ki 80, ki azonnal. Szóval ez valami olyan kegyetlen dolog. És szerinted, küzd, ez nem jó. És szerinted meddig kéne élni? Addig, ameddig jó. Addig, ameddig jó, mert most a színészeknek kezd nagyon nem jól lenni. Uh-huh. Most kéne, hogy jöjjön a
végzetes, nagyszerű halál. Hát akkor viszont én csak közelebb hozom egy kicsit a dolgokat, hogy ne maradjunk ilyen baladai omályban. Szóval azért jó lenne 120 évig élni. Nem? Ez a véleményed? Uh-huh. Csatlakozom. Szalad az idő, nem fékezhető, az élet útján mész. Húlik az idő, tűnik az erő, kopik a sok alkatrész. Forog a kerék, közeleg a vég, elbúcsúzni oly nehéz. Bár valóra válna, sok-sok ember álma, amit ez a dal idéz. Jó lenne 120 évig élni, nem mint a gyertya gyorsan égni, 2080-at megélni, mely új csodákkal vár és hív, hogy egyszer így lesz, bízunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez járna egy 20 esztendős cím. Ugye ez a tipp, mit elmondtam itt, nem is olyan rossz dolog. Némi fejtörés, kísérletezés, és bizonyosan menni fog. Nagy fizikusok, bölcs professzorok, sok-sok tudós társaság. Hogyha ezt kutatnák, és nem az atombombát, szebb lehetne a világ. Jó lenne 120 évig élni, nem mint a gyertya gyorsan égni, 2080-at megírni, mely új csodákkal vár és ír. Egyszer így lesz, bízzunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez jár egy 20 esztendő szív. Jó lenne 120 évig élni, nem mint a gyertya gyorsan égni, 2080-at megérni, mely új csodákkal vár és hív, hogy egyszer így lesz, bízzunk benne, igazi mégis akkor lenne, ha minden 120 éves fejhez jár egy 20 esztendős szív. Stay with it, baby, and that's all I ask of you. Kedves nézők, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, és mindenféleképpen Zana Józsefnek is, hogy meglátogatta itt a stúdiót. Nagyon örülünk, hogy jöttél. És hát ha 120-ig talán nem, én egy kicsit most redukálom 20. ezt a dolgot, de akkor mondjuk úgy, hogy még 20-at, vagy igen, még 30-at. De azt jól. De azt jól. Mert ugye... Szeretik ismét játszani, szeretem is, mint a volna magma pénzem, de nem csak nekem, a aha, fiamnak, a volt nejemnek, szóval mindenkinek meg lenne. Nem milliárdok, uh-huh, mint ahogy mondjuk, csak annyi, hogy ne kelljen koldulni. És akkor jól élni, egészségesen, igen, élni, mert az egyik nagy író mondta azt, hogy öregedni szabad, de megöregedni nem. Így, ahogy mondta. Köszönöm még egyszer, hogy jöttél. Gyere máskor is. Kedves nézők, a viszontlátásra, a viszonthallásra szerdán esti időben, legközelebb egy hét múlva. Érezzék jól magukat. Jaj, szevasz, öregem, ne haragudj, csak egy pillanatra ugrottam. Nincs valami baj? Nem. Itt felejtettem a féláru vasút igazolványomat. Hol? Hol, azt volna jó tudni, hogy... Jaj, itt az asztalon, már meg is van, szevasz. És mikor felejtetted ezt itt? Az előbb, amikor itt jártam, hogy elintézzem az ügyedet. Tudod, azzal a levélvel. De te jött évvel, nem a Lukács? Persze, hogy én. Én a Lukácsot megkértem, hogy helyettesítsen téged, mert azt mondtad, hogy te nem érsz rá. Na, de tudod, milyen hülye a Lukács? Én elintéztem a dolgomat, felugrottam, és most már minden rendben van, szevasz. Lukácsnak szóltál? Nem szóltam.
a Lukács minden pillanatban itt lehet. Nyugalom, öregem, nyugalom. Amíg én itt vagyok, addig nem lehet baj. Ez igaz. Utána meg megmondom a Lukásnak, hogy ez az egész sztornó. Jaha, könnyen ment a dolog. Öregem, ha én egyszer bedobom magam, te! Úgy ment minden, mint a karikacsapás. Anyósomé, megnyugodtak? Persze volt egy nehéz pillanat. No. Képzeld, az anyósod rájött a féláró vasút igazolványomból, hogy nős vagyok. Hát ha rájött, hogy nős vagy, nem ijedte azt, hogy mennyasszonyod is van. Nyugalom, öregem, kivágtam magam. Azt mondtam neki, válófélben vagyok. Ki vagyok? Zseni vagy. Öregem. Édes öregem! A mit szólsz, édes öregem? Kisütött a nap, hogy elpucolt a vihar pár pillanat alatt. Fejem fölött a nyaktiló rével leveget. Az izgalmak megeszik az ütőereket. A vérnyomásom rendbe jött megint. Egy ultramodern elmélet kering, több világkérő fő a rossz szerint. A hosszú élet titka, a hosszú házasság, még ha nem is így mondják. A hosszú élet titka, a hosszú házasság, még akkor is, ha elrontják. Mert aki hosszú házasságban él emberek, az rövid életű eleve már nem lehet. A hosszú élet titka, ne titkoljunk tovább, la 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 la, a hosszú házasság. A feleségről sosem írnak ódákat, csak bunyoros és kispolgári strófákat, pedig mind a kis cicát a tej megnyugtatja az embert a nej. A hosszú élet titka, a hosszú házasság, még ha nem is így mondják. A hosszú élet titka, a hosszú házasság, még akkor is, ha elrontják. Mert aki hosszú házasságban él emberek, az rövid életű eleve már nem lehet. A hosszú élet titka, ne titkoljuk tovább. La 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 la, a hosszú házasság. Hey! Stay with it, baby, and that's all I ask of you.